mai napon nyitottuk meg az idegenforgalmi főszezonunkat egy hatalmas majális keretében, ahol táncosok, harmonikások, zenészek, továbbá egy hatalmas lovagi torna, melynek keretén belül a király meglátogatta a sümegi várkapitányt, a mongol követek, a mongol kaszkadőrök érkeztek hozzánk, és ők összecsaptak a sümegi várkapitány lovasaival. Azért választottuk, meg közel van a Balaton. Hallottuk, hogy most készült el teljes felújítás, és kíváncsiak voltunk, hogy milyen programokkal gazdagodott, milyen egyéb látnivalókkal. A mai napon a Gesztenyevriek Fesztiválnak a keretein belül a sümegi vár is folyamatosan várja a vendégeket óránként programokkal, solymászbemutatóval, íjászbemutatóval. Természetesen odalent megrendezésre kerül a történelmi lovasjátékok lovagi torna is délután 3 órakor, emellett pedig a Gesztenyevirág Fesztiválnak a keretein belül most például folyamatosan a táncgálák zajlanak az odalent található nagy színpadon. A gyermekek nálunk kipróbálhatják a pónilovaglást, van légvár, arcfestés, a várban pedig kipróbálhatják fent az íjászatot, ott is van lovaglási lehetőség, felvonóhíd működtetés, rengeteg középkori játék. Tetszett a vár, az íjászkodás főleg, a lovagi torna szuper volt, a mongoloknak drukkoltam. Kezemen egy 5 éves vándorsólyom hím van, akit Gusztinak hívnak. Mi most éppen a majális program sorozatának egyik részeként egy solymászbemutatót tartottunk. Ezek a solymászbemutatók egyébként a nyári időszakban, a mindennapos programban hozzátartoznak a vár életéhez. Ilyenkor be tudjuk mutatni egyrészt a középkori és a törökkori mindennapi életet, aminek a szerves része volt a solymászat. Különböző madárfajokat hozunk el, olyan madarakat, mint például a vándorsólyom, ami autentikus vadászmadara volt mindig is a magyarságnak, illetve más héjafajokat, bagolyfajokat, amikkel bemutatót tartunk, akiket szabadon megröptetünk itt a várban. Sopronból érkeztünk direkt ezekre a játékokra, és nagyon kellemesen csalódtunk, jól éreztük magunkat, úgyhogy máskor is el fogunk jönni. Hévízről jöttünk visszafele, tehát most tartunk majd haza Sopronba, és ezt így összekapcsoltuk tudatosan, hogy május 1-ét akkor így kibővítjük ezzel a programmal. Úgy gondoltuk, hogy felújították ezt a gyönyörű szép várat, már voltunk itt korábban is, amikor még nem volt teljesen kész. Most, hogy felújították, látszik az, hogy minden gyönyörű szép lett, jó programok vannak, csodás az idő, úgyhogy ezért. Meg egy jó családi program.